Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mai beszélgető partnerem Szőlősi Zácsik Szandra, az MTK kézilabda játékosa. Azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutatni őt, hiszen a pályafutása önmagáért beszél. Szia, Szandra! Sziasztok! Ez a pályafutás, ez egy egészen elképesztő ívet írt le, és volt benne két szünet a két terhességed miatt. Persze volt benne egy válműtét is, ami után vissza kellett térni, úgyhogy óriási rutint szereztél ebben, és úgy látom, hogy a második szülés után már nagyon-nagyon jól ment. Igen, sajnos volt kényszer szünetem is, de persze ez a két szünet az volt szerintem a legjobb két szünet az életemben. Igen, szereztem már rutint jóban is, rosszban is, úgyhogy most sajnos ez a szünet is, ami most volt, az is elég rossz volt. Hogy éltétek ezt meg két pici gyerekkel, részben ugye a helyett, a sport helyett, ami a feladat lenne, amit meg kéne csinálni, teljesen más módszerekkel kellett készülni, otthon a két kisbaba, meg ez a fenyegetettség, hogy csináltátok végig? Nagyon-nagyon rosszul éltük meg, hiszen épp a válogatottból küldtek minket haza itt a vírus miatt. Ugye egy hét választott el minket az olimpiai selejtezőtől, de természetesen az egészség volt a legfontosabb, ráadásul nálunk még Boris asztmás is, úgyhogy én nagyon-nagyon féltem emiatt, nehogy elkapjuk ezt a vírust. De hála az Istennek, hogy szerencsére nagyon jól átvészeltük ezt az egészet. Kemény volt otthon a két gyerekkel, közben még azért csinálni az edzéseket, mert ki voltak osztva az egyéni edzések. Nem volt egyszerű, de most már túl vagyunk rajta. Békeidőben hogy tudjátok összehangolni az 5 évest és az 1 évest a sporttevékenységgel? Sok anyuka van bajban két kisgyerekkel otthon, mert azért ez egy óriási lekötöttség. Emellett még elmenni edzésre, ott iszonyatosan elfáradni, időben le kell feküdni, ki kell pihenni magad, meg kell csinálni maxra az edzést, és azért a család a legfontosabb. Hogy tudod összehangolni? Nekünk az elejétől fogva ez nagyon-nagyon jól ment. Megy is. Szerintem nálunk az a kulcs, hogy mindkét gyerek nagyon jó alvó, és ha én ki tudom magam éjszaka pihenni, akkor nálam nincs gond napközben, akkor én pörgök bármeddig. Úgyhogy én egész éjszaka tudok aludni, Boris szerintem 2 hónapos volt, azóta alszunk egész éjszaka, úgyhogy nálunk ez a kulcs. Úgyhogy szerintem mi így tudjuk ezt az egészet megoldani, de természetesen azért, ha én elmegyek edzésre, van egy babysitterünk, aki segít a Borisszal, Hanna már óviba van, úgyhogy mindent össze tudunk egyeztetni, úgyhogy minden megy a saját útján már. Most, hogy úgy tűnik, hogy az életünk nagyjából visszarendeződik az eredeti állásba, te mit vársz magadtól, illetve a csapattól, és hát akkor most itt tegyük még a harmadik helyre, bár a sorrend nem az igazi, a válogatottat is ebben az évben. Igen, nem is tudnám felállítani a sorrendet. Mit várok? Hát biztos, hogy az MTK-tól minimum azt a szereplést, amit itt ebben a csonka szezonban nyújtottunk, vagy ahogy szerepeltünk. Nem lesz egyszerű, az biztos, mert tegnap elkezdtünk már mi is edzeni. Hát a vállak még kicsit, hát hogy mondjam, rozsdásak, főleg nálam. De úgy gondolom, hogy vagyis tudom magamról, hogy nekem kell az a 2 hét, míg helyreáll a rend, a vállam újra a régi lesz. Hála az Istennek, fájdalmam nincs. Úgyhogy nekem csak türelem fog kelleni, és bízok benne, hogy tényleg egyre jobb formába tudok lendülni én is, a csapat is. És július 1-én kezdjük az alapozást, akkor meg már tényleg mindenki rendes vagy normális állapotba fog tudni visszatérni. Az, hogy a második baba után is vissza tudtál kerülni a válogatottba, az mit jelentett neked lelkileg? Nagyon nagy boldogság volt, és lelkileg egy hatalmas pluszt adott, hisz ez volt, nem volt titok, ez volt a kitűzött célom. Úgy gondolom, ha egy sportolónak vannak kitűzött célok, amiket el szeretne érni, sokkal egyszerűbb küzdeni, hajtani, mint csak napról napra élni, vagy lenni, vagy edzésekre járni.
Nekem ez volt a célom, amit tényleg sikerült elérnem. Hát sajnos rosszkor jött az egész vírus, de nagyon-nagyon bízok benne, hogy a következő szezonban ki tudom ezt harcolni, hogy ott tudok lenni majd a válogatottba. Azt hogy élted meg, és akár itt beszélhetsz arról, hogy a csapattal hogy éltétek meg, hiszen biztosan volt már arról szó, hogy ennek a bajnokságnak egyik pillanatról a másikra egyszer csak vége lett, megállt ott, ahol volt, és mivel az eredményeket nem hitelesítette a szövetség, gyakorlatilag a háromnegyede az idénynek úgy ment el, mint hogyha meg sem történt volna. Én nagyon rosszul éltem meg ezt az egészet, hisz tényleg egy hetedik helyen álltunk, ami az MTK-nak talán a legnagyobb siker volt, mióta van kézilabda csapat. És még olyan mérkőzések következtek számunkra, amit tényleg még nyerhető lett volna, sőt még a Magyar Kupába is harcba voltunk, ahol szintén bejuthattunk volna a legjobb négy közé, mert hazai pályán lett volna a mérkőzésünk. Úgyhogy én nagyon-nagyon rosszul éltem meg ezt az egészet, de gondolom minden sportoló, akinek hirtelen le kellett állni, nem voltak versenyek, tényleg csak ezek a kis hazai edzések. Nekünk ez borzasztó volt ez az egész, és az, hogy eltörölték ezt a bajnok, vagy igazából semmibe vették ezt a bajnokságot, az meg pláne, hisz ott voltunk hetedik helyen. Ugye előttünk kiesett volna az Érd, mert hát nem tudták, hogy mi lesz, szétesnek, nem esnek. Mi játékosok, most csak a játékosokról beszélek, mi meg az EHF kupa indulásba is titkon reménykedtünk, de hát így nem lesz belőle semmi. Hogyha felsorolok négy klubot, csapatot, ahol játszottál, én most a Vácra gondolok, a Fradira gondolok, a Budaörsre, és ugye most az MTK-ra, nekem úgy tűnt, mintha ezek külön-külön korszakot is alkottak volna a te életedben. Ez így van. Ugye hát Vácon még gyerekként érkeztem Magyarországra, 14 éves voltam. Tényleg ott még csak inkább ismerkedtem itt Magyarországon a kézilabdázással. Jó, utána következő évben már felkerültem a felnőttbe, de hát még tényleg nagyon gyerek voltam. Fradi volt, viszont már felnőttem, úgy gondolom, hogy ott lett belőlem kézilabdás. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Ferencvárosnak, nagyon szép emlékek fűznek hozzá. Ez volt mindjárt első évben egy bajnoki győzelem, ahol tényleg már pályára is kerültem, volt két gyönyörű kek győzelmünk, Magyar Kupa győzelem, szóval tényleg nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek, onnan lettem válogatott játékos. Úgyhogy oda viszont nagyon-nagyon szép emlékek fűznek a Ferencvároshoz. Budaörsön ugye egy évet töltöttem el, ott még küzdködtem saját magammal, hogy őszinte legyek, ugye amikor eljöttem a Fradiból, ott még nem tudtam hova rakni, hogy én már nem a Ferencváros játékosa vagyok. Az egy nagyon nehéz év volt számomra. És most az MTK-nál meg úgy érzem, hogy most vagyok a legfelszabadultabb a pályafutásom során. Most érzem magam a legjobban a bőrömbe, és tényleg most nem is tudom elmondani, hogy most a legjobb. Szandra, azt mondtad, hogy nagyon fontos neked az, hogy a gyerekeid büszkék legyenek rád. Ugye a kislányod, ő már fölfogja, hogy mit csinálsz, látja, szurkol neked, a kisfiad még kicsi ehhez. Én ebből azt feltételezem, hogy minimum addig fogod csinálni ezt a sportágat, amíg Boris is felfogja, látni fog téged, és szurkolni fog a pálya szélén. Jól mondom? Biztos. Szeretném, igen, szeretném még azért jó pár évig csinálni. Nem érzem még magamon azt, hogy bármi probléma is lenni. Hála az Istennek, most vár sérüléseken kívül le is kopogom, más sérülésem nem volt, de még ilyen apróbb húzódások sem, meg ilyenek, hála az Istennek, ezek elkerültek. Úgyhogy bízok benne, hogy még a genetika engedni fogja. Még nagyon-nagyon szeretném ezt csinálni, úgyhogy még talán a Boris is fog látni engem, igen, és fel fogja fogni ezt az egészet. Hát és abban is bízok, hogy Hannának át tudom adni azt a labdát, és ő is kézilabdázni fog. És itt az esély, hogy egy tokiói olimpia beleférjen még a pályafutásodba, ez egy óriási lehetőség lehet.
Igen, nagyon-nagyon szeretném. Ez az álmom olimpiára kijutni, mint ahogy többször is álmodtam. Sajnos mindig lemaradtunk erről az eseményről, úgyhogy nagyon-nagyon bízok benne, hogy még ezt az évet tényleg olyan szinten tudom hozni, legalább, mint a tavalyi, de sokkal jobban örülnék, ha még jobb lenne, mint a tavalyi évem. Ugyanúgy fel fogom magam építeni, ugyanúgy meg fogok mindent tenni azért, hogy még jobb legyek, mint tavaly. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízok benne, hogy ezt a selejtezőt is sikerül behúznunk, és főleg ugye a hazai közönség előtt kijutni az olimpiára. Egy dolgot mondjál még meg nekem itt az MTK-nál, amikor majd elindul a szezon, és elindultok újra a bajnokságba, te mit érzel a csapat erősségének? Mi az, amitől te szeretsz ott játszani? Mi az, amitől eredményes lehet majd a következő szezonban? Nekünk egyértelműen tavaly a csapategység volt az erősségünk. Nagyon-nagyon jól összeállt ez a csapat. Ugye én is tavaly új voltam, de nagyon gyorsan befogadtak az érkező játékosokat, nagyon gyorsan befogadta a csapat. Úgy gondolom, hogy nekünk a gyors játék, ami nagyon fekszik, ez a lerohanás, meg tényleg abba jók vagyunk. Idén azért minimális változások voltak nálunk, úgyhogy bízok benne, hogy ezt a játékot meg tudjuk tartani. Itt tavaly volt egy olyan csapat, akinek az edzője azt mondta, hogy fussatok, majd az MTK elfárad. Hát ez hála az Istennek nem volt így. Nagyon-nagyon kevés olyan mérkőzés volt, mikor mi tényleg úgy elfáradtunk, hogy csúnyán kikaptunk, vagy belecsúsztunk egy nagyobb pofonba. De úgy gondolom, hogy ezeken a hibákon is tudunk javítani, akkor még jobb lesz jövőre ez az egész. Én nagyon szépen köszönöm, hogy kiszakítottad ezt a kis időt a családtól, és kívánom, hogy teljesüljenek az álmaid. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.